A Kodolányi János Egyetem a 2024-es felvételi szezonban 500 államilag finanszírozott helyet biztosíthat az intézménybe jelentkező hallgatóknak, akik Budapestre az új kampuszon, Orosházán és Székesfehérváron sajátíthatják el a tudás nappali vagy levelező képzési formában. Az egyetem új tulajdonosi körének köszönhetően közel 200 állami férőhely lesz elérhető városunkban, hiszen nem titkolt céljuk, hogy az egyetem székhelye ismét Székesfehérvár legyen, mondta el dr. Bizi László Tamás, az egyetem rektora. A Kodolányi János Egyetem megújult a fenntartójában, megújult a szerkezetében, szervezeti struktúrájában, megújult a terveiben is, és leginkább azt szeretnénk ezzel is reprezentálni, hogy a Kodolányi János Egyetem visszatér Székesfehérvárra, és Székesfehérvár székhelyén kívánja azt az oktatási küldetését teljesíteni, amit annak idején az alapításakor az alapítók célul tűztek ki. Domokos Tamás, a Kodolányi János Egyetem elnöke köszönetét fejezte ki a városvezetés számára, hogy az elmúlt években sokat tesznek azért, hogy az egyetemi élet pezsgő legyen a városban, illetve az intézmény jövőbeli képzési stratégiájáról is beszélt. Az egyetem képzés fejlesztési stratégiájában nagyon fontos lesz az, hogy vagy önmagában, vagy más egyetemekkel partnerségben minél több olyan képzést tudjon Fehérvárra hozni, ami azokat is itt tudja tartani a városban, akik nem ezeken a területeken képzelték el a jövőjüket, amiket most kínálunk a város számukra. Cserpalkovics András Székesfehérvár polgármestere kiemelte. Székesfehérvár agglomerációjában élő fiatalok megszólítása az egyik legfontosabb, és minden diákot bíztat, hogy jelölje meg felvételi listáján a Kodolányit. Nekünk az az érdekünk, hogy a Kodolány növekedjen, és a növekedésen belül ennek egy része Székesfehérvárról jelenje meg, más sikere pedig egyáltalán nem bánt minket. Amit én kiemelnék, és nagyon fontosnak tartok hangsúlyozni, hogy a mai világban elérni azt, hogy az állam 500 vagy fél ezer államilag finanszírozott helyet biztosítson egy egyetemnek, az mindenképpen egy nagyon fontos döntés, és mindenképpen a bizalom jelen. A tovább tanulni vágyók idén emberi erőforrások, gazdálkodás és menedzsment, kommunikáció és médiatudomány, közösségszervezés, pedagógia, szociális munka, turizmus, vendéglátás, üzemmérnök, informatikus és előadó művészet szakokra jelentkezhetnek államilag támogatott formában.